Nagypályán 2012-ben Debrecenben sikerült már, de nem ennyi aranyéremmel, így most újabb rekord a magyar úszósport történetében, az izraeli rövidpályás EB szereplés. Magyarország végzett az éremtáblázat élén 11-3-1-es mandátummutatókkal, medálmutatókkal, Hosszú Katinka 6 aranyat nyert, Gyárfás Tamás szövetségi elnök pedig már is értékel nálunk. Szervusz, jó reggelt kívánok! És gratulálunk, és hogyha visszamegyünk az EB előttre, azért téged néha rá lehet venni némi tippelésre, jóslásra. Mit vártál előtte? Felit. A felét? Igen. Akkor ráduplásztak. Ráduplásztak? Plusz egy. Akkor azt mondd meg, hogy azok közül, az érmek közül, amire nem számítottál, amit nem vártál, azok közül mi volt számodra, melyek voltak a meglepőbbek, vagy legjobban esők, vagy inkább perspektívusan legbiztatóbbak? Az az igazság, hogy, és hidd el, hogy őszintén beszélek, hogy én egyik se lepett meg, csak milyenek vagyunk, vagy legalábbis én, hogy az ember már óvatoskodik, illetve ez is egy nagy ellenmondás, mert magyar csapat bármely sportágban kimegy egy Európa-bajnokságra, és óvatosságban azt mondja, hogy csak öt, arra is azt mondják, hogy megőrült, mert ez azért szokatlan, hogy mi ekkora mellénnyel, most önirónia, mehetünk egy Európa-bajnokságra, tehát én esküszöm, hogy még a Katinka esetében a hétbe is bíztam, mert felülmúlhatatlan, vagy Cseh László, nem meglepetés, hiszen a világbajnokságon is minden pillangó számban ugye érmet szerzett, arany, ezüst, bronzot, és nem végeztek előtte csak más kontinens legjobbjai, tehát ez benne volt, és Bernek Péter, aki Dohában világbajnok lett, miért ne lehetne Európa-bajnok Natanyában? Vagy... Lehet, hogy ő egyébként amiatt a rosszul sikerült vírusos éjszaka miatt még egy vagy két érmet igen, ott hagyott? Igen, biztos. Tehát vagy Verasztó Dávid. Hát a világbajnokságon második lett Európában, akkor is ő volt a legeredményesebb, tehát nyeretett, de visszatérve a főcsapásra, tehát hogy nem nagy képje, valaki azt mondja egy EB előtt, mert én azt voltam, hogy öt aranyra számítok, és hát meg van őrülve, mondták sokan mások. Hiszen sok akinek van egy Hosszú Katinkája, az azért nem nagy képű, hogyha nekem van, a sportágnak van, de igen, de hát, tehát igen, ha oda jutunk el, ami azért ez nagyon merész megint, most akkor kihoztad belőlem azt, amit nem szeretnék mondani, hogy Egerszeg és Darny időszakában voltunk ilyen magabiztosak, hogy az volt a kérdés, hogy ki lesz mögöttük a második. De most feláll egy magyar a startkőre, akkor nem viccelek, az egész közeg, ott elkezd szurkolni, hogy van esélyük még éremszerzésre, mert itt tartunk, de ez ijesztő, nem? Tehát ijesztő, jobb ötöt mondani. És most már azon kell gondolkodni azoknak, akik mögöttük a másodikok lesznek, hogy lehet, hogy belőlük meg egyszer sportminiszter lesz, nem? No, tehát hogy ez egy hálás gond, ha ilyet lehet gondként mondani. Tehát ma sem mondanék mást, hogy öt, még ha aranyesőt is vártunk, mert most jó a magyar úszósport, és az azért fontos, mert nagy feladatok előtt áll, hiszen itt a Kánaán, ugye, hogy úszodát építenek nekünk, világbajnokságnak a jogait biztosítja az ország, tehát ennyi áldás még nem hullott az égből. Hát bizonyos, akkor... hogy olyan magasra tettétek a mércét, hogyha még most kaptok ilyen dolgokat, akkor majd lehet, hogy még duplán kell teljesíteni. Nem, az aránypár igen. Kedve normális, mert milyen abszurd lenne, ha itt épülnek az úszodák, és akkor nincs eredmény. Tehát a fotballban is, most nem akarok példákat mondani, de egy áldás, hogy ez a csapat most bejutott a Európa-bajnokságnak a döntőjébe. Hát igen, bizony. Mert ha nincs, akkor hogy néz az ki? Na most az úszás tényleg most annyit kapott, mint szemszájnak ingere, és akkor ezek után hazajövünk üres kézzel, hát éghetnénk. Na most közhely, hogy Hosszú Katinka a teljesítményére már nincsenek jelzők, de hát mint a közhelyek egy része, ez is igaz. Nem, neked van jelződ? Még? Iron Lady. Hát na, most ez most a jogos jelző, és már így hívják a világban, és ez nem egy rossz cím, hát ez egy összecseng, ugye a politikában is volt ilyen, hogy ez nagy hatalmat és erőt jelent. Itt ugye mindenki azért szurkol minden nap, de mindig minden nap rácáfol, hogy ezt meddig lehet bírni. Bízom abban, hogy sokáig, nagyon sokáig kitart, és hát amikor kikapott 400 gyorsan, 40 millivel, akkor idézőjelben egy elkeseredett arcot láttam, még ha határprofi, és rögtön tudott váltani. Tehát az ambíció tehát kitartó, keseredik, hogy úristen, csak hatot nyertem, pedig több van benne, sőt az edző elmondta joggal, hogyha mind a 11 számot felvállalja, csak nem akart kockáztatni, ez is micsoda ellenmondás, ötöt nyerünk, és nem mertük azt mondani, hogy 11, de
Katinka ugye 11 számba nevezett, aztán utána gazdák, hogy okosan már az energiával, úgy döntöttek, hogy csak 7-ben mérettetik meg, sőt volt olyan, amikor remekül szerepelt az előfutam, és visszalépett a döntőtől be, nem kockáztatott. És hát azért nagyszerű ez a teljesítmény még, hogy ez, tehát nem úgy volt, hogy egy gyenge mezőnyben helytállt, hanem világcsúcsokkal. Vagy országos csúcsa. Na bizony, na most azért azt tegyük hozzá, bizony, hogy itt voltak magyar világcsúcsok és Európa csúcsok is. És akkor Cseh Laci, ugye azt mondta az edzője, az új edzője, hogy Laci egy későn érő fajta, és elsősorban lelkileg kellett vele foglalkozni. Hát akkor most van egy olyan felnőtt korba lépő Cseh Lászlónk, és eléggé biztatónak tűnik. Én tisztelem az edzői véleményeket, tehát miért is későn érő, hát ő már mindent megnyert, amit létezik előtte. A legtöbbet nyerte Európa-bajnoki címben, meg ugye világbajnok is volt. De valamilyen nem, újabb hordozó rakéta begyulladt rajta, mondom, az biztos. Én újra született, tehát hogy azzal, hogy Európa csúcsot úszott, élete legjobbját nyújtotta, mert Európában még ember nem úszott ennyit, nem is egyet úszott, hanem kettőt. Tehát a későn érő az azért sajátos, mert a legeredményesebb, minden idők legeredményesebb Európa bajnoki szereplője, szerintem a világon nincs annyi, tehát ennyi érmet szerzett. Most nem tudom, Michael Phelps lehet még, de hát ő olimpián és VB-n járt, tehát Európában biztos nincs. Tehát nem későn érő, hanem újra született, ez talán még jobb, de én tisztem a mester szavait, de Túri Gyuri időszakában is fantasztikusan helytállt. Igen, de hogyha már őt szóba hoztad, akkor itt például Bernek, vagy akár az ő kapcsán is nemrégiben itt Güttler Károllyal beszélgetünk, ő azt mondta, hogy szerint egy kicsit korán mentek el, türelmetlenek voltak a versenyzők, hogyha megnézik a mai kőbányai eredményeket. De azért itt most nagy a rivalizálás ilyen értemben nálatok a klubok között. Tehát, hála Istennek, hát addig és jó. Valami oka van ennek, hogy nem egy versenyző akarta így újraformálni magát és mestert váltani, igaz? Hát itt az az érdekes, hogy ezek az emberek nagy nevet szereztek a egykor volt klubjukban, mégis Túri György nevelte fel őket. Én nem akarok ebbe belemenni, mert ez egy csacska párharc, tehát itt egy magyar úszás van, és közösen ünnepelünk, és mindenki kivette belőle a részét. Szóval ez nem érzem ezt a szembeállítást. Inkább talán azt megállapíthatjuk. De ugyanúgy benne van a vére az egykor volt edzőinek, mint a jelenlegnek. Inkább talán azt megállapíthatjuk, hogy egy versenyző, edző kapcsolatnak annak van szavatossága, vagy adott esetben lehet szavatossága, és sokaknál egy idő után lehet, hogy váltásra van szükség. Na minden eset más. Egerszegi Krisztinának a szavatossága, vagy Kis László gyermekkora, 4 éves korában, ezt már elmondtam sokszor, egyiket mentője érte anyukához, egyiket a szemetes bödröt tartottam, anyuk odaadta neki, a másik, már praktikus legyen, a másik a gyerek kezét. Tehát, és ma is igen, összetartoznak, hát most a szó minden nemes vonatkozásában. Vannak kivételes esetek, de nem hiszem, hogy azt kell nézni, hogy ez közös, benne van a munkája a múltnak, a jelennek, és bízom abban, jövőben együtt ünnepeljük őket, és nem azért szurkolunk, hogy Isten ne nyerje, mert már nem az enyém, hát mit csak a képtelenséget. Na most Gyurta Daniról ejtsünk még egy szót, a nagy pillérek közül, mert persze azért a hármukon kívül még jó sokan vannak szerencsére, kisebb-nagyobb pillérek, sőt egész nagyok. Na de mi van vele? Nála tényleg azt lehet mondani, hogy egy más típusú időzítésről beszélünk, és csak is az olimpia számít? De ezt már ma elmondtam, hogy ez a legszebb az egészben, hogy aggódunk, hogyha valaki csak helyezett, nem ő nyert. Szóval itt tart a magyar úszósport. Hát pontosan így van. Na de hát ez nem csodálatos. Ez egyrészt Gyurta Dani elmondta maga, hogy 5 rövidpályás versenyen indult a felkészülés közepette. Ez egyet jelent, hogy nem készült erre. De ott volt, és hál' Istennek, hogy túl van azon a szerintem nem észszerű szemléleten, hogyha nem én nyerek, akkor összedőlt a világ. Nem, ez is a felkészülés része, egy más metodikát folytat, ő az olimpiára koncentrál, és szerintem legalább akkor esélye van, mint az említett Cseh Lászlónak. Katinka egy kicsit előbbre van, ha ezt lehet bírni, ezt mindig hozzáteszem, és bizonyosságát kaptuk, mert mi több éve aggódunk, hogy ezt a tempót hogy tudja valaki produkálni újra és újra, szóval világkupán is, hát minden evő, úgy értem, minden számban. Hát ő meglát egy úszodát, akkor beugrik és versenyez. Tehát Gyurta Daninál, hogy most csak második vagy harmadik, ez nem hiszem, hogy aggodalomra ad okot, annál is inkább nem, mert még így is olyan idővel lett helyezett, hogy a 5. legjobb volt ez a FINA pontérték táblázaton, most van ez a német úszó, ez most remélem majd az olimpián már visszavág,
De még visszatérve a lényegre, hogy tényleg sportágak vért izzadnak, hogy kvótát szerezzenek, és hogy nem mondjam, a birkázás, a hát súlyemelés, hát más helyzetben vagytok, és így tovább. Más helyzetben vagytok, és ez egy csodálatos vagy a magyar sport ezen igen. belül, de nem akarok én sőt elkülönülni. A magyar sport, hál' Istennek, sok a közös munkája, eredmények, ez nem úszó siker, ez magyar siker. Tehát az Olimpiai Bizottságtól, a kormányon át, a Szabó Tünde vetett sport államigazgatáson, tehát hogy más helyzetben vagyunk ebben a sportágban, hál' Istennek a kajakkenu úgy szintén ilyen jó. Most erre billen a mérleg, de akkor is ez együtt is sikerül. Végére értünk, egy kisítű aranyérem számot mondjál nekem Rióra. Olyan igazi kisítűt. Hát ez mindig az, hogy ez a kislaci dolga, hát szarozz meg hárag, azt mondom, hogy egy is, akkor legyen három, de megint ugyanott vagyok, mint az ötnél, tehát ebből indultunk, akkor még egy szép fejezete is van ennek a beszélgetésnek, hogy én szívem szerint nem tudom elképzelni, hogy valaki legyőzze Katinkát, amiben indul, mert mindenben csodálatos. Megnyerheti a 400 vegyest, a 200 vegyest, ugye ezt megnyerte a világbajnokságon is. Ott a 200 pillangóban idézőben csak harmadik lett, de bármiben indul, mindenki pont-pont-pont magát, tehát mert olyan fantasztikus, Gyurtában bízunk, Csalacban bízunk, Bernekben miért ne bízunk, és Kapás Bogi, nem is említettük a nevét. Hát, ha azt mondják itt a szakértők, még 5 métert tart a táv, de nem tarthat, hiszen 400 méter, de úgy hajrázott, hogy ez a pici lány, nekünk mindig a pici lány, még Egérkére mondják, és új pici lányaink vannak, Egérke azért fantasztikus, meg felülmúlhatatlan ma még, tehát ebben az értékrendben, joggal. Tehát, hogy ezek bármelyik nyerhet, és még jönnek fel a jövő bajnokai. No, hát mindesetre a helyzet biztató. Ehhez a teljesítményhez gratulálunk, és jó munkát a továbbiakra, a következő hónapokra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.